Kiterjedt embercsempész maffiát számoltak fel egy összehangolt nemzetközi nyomozás keretében spanyol és német rendőrök. A hálózat rendkívül szervezetten dolgozott. Fejenként 7,5 millió forintnak megfelelő euróért juttatott el afrikai és közel-keleti migránsokat Spanyolországba, onnan pedig, aki tovább akart utazni, felárért más úti célt is kérhetett az embercsempészektől. Németországba például 1000 euró volt az útdíj, Norvégiába már 2000. A spanyol és a német rendőrök az Europollal közösen csaptak le az embercsempészekre. Nagy erőkkel törtek be egy lakásba, ahol előbb igazoltattak, majd egy kutyával fésülték át a helyszínt, kábítószer után kutatva. A lakásban iratokat, pénzt és útleveleket találtak. A spanyol rendőrök 19 gyanúsítottat állítottak elő, hatan közülük vizsgálati őrizetbe kerültek. A nyomozók szerint a migránsok fejenként 20 ezer eurót, azaz 7,5 millió forintot fizettek a bűnszervezetnek, hogy az Európába juttassa őket. Először Szíriából Libanonba utaztatták az embereket, majd onnan repülővel Egyiptomba. Innen szárazföldön folytatták útjukat Tunézián és Líbián keresztül Algériába, onnan pedig bárkákon érték el a spanyol partokat. Itt eldönthették, hogy maradnak Spanyolországban, vagy 1000 eurós felárért, Németországba, vagy 2000 euróért Norvégiába mennek tovább. Spanyolországba tavaly 29 ezeren érkeztek illegálisan. A túlnyomó részt afrikai migránsok a Kanári-szigeteken értek partot. Idén is folyamatosan érkeznek a bevándorlók, de az intenzitás mindig az óceánon uralkodó időjárástól is függ. A tengeri átkelés szempontjából ideális körülmények uralkodnak a földközi tengeren. A hétvégén 1000 migráns érkezett az olasz Lampedusa szigetére. Beszámolóik szerint a tunéziai Kábez, Sfax és Magdia városból indultak Európába. A 400 férőhelyes lampedusai befogadóközpontban jelenleg több mint 2000-en vannak. Január óta elképesztő számban érkeznek a migránsok, emberfeletti erőfeszítésekbe kerül ellátni ennyi embert. Az elmúlt órákban ismét segítségért fordultunk a római kormányhoz. Azt kértük, hogy küldjenek egy hajót, amivel kizárólag a migránsokat szállítják el a szigetről, és másra nem használják. A második kérésünk, hogy segítsenek megszabadítani Lampedusát attól a rengeteg elhagyott csónaktól, kis hajótól, amivel a migránsok ide érkeztek. Ezek ugyanis környezeti katasztrófát okozhatnak, mondta Lampedusa polgármestere. A római belügyminisztérium adatai szerint idén eddig csak nem 95 ezer illegális bevándorló érkezett az országba. Szakértők szerint az Európába érkező migráns áradat felerősödhet, ha nem oldódik meg a nigeri válság. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a századvég jogi tanácsadója, az M1-en arról beszélt, milliók indulhatnak el Európa irányába, ha a Száhel-övezet destabilizálódik. Európa 600 millió eurót adott arra, hogy visszafogja Niger a migrációs hullámokat. Ez néhány évig tartott ki, ma már újra a 2016-os szinten áll a kibocsátása. Nagyon fájó, és emögött a legkevésbé sem az euroszkepticizmus húzódik meg, hogy ennek a nagy vesztese az Európai Unió és Franciaország lehet ennek a mostani folyamatnak, duplán is gazdasági értelemben és a migráció megnövekedése tekintetében is. A magyar kormány hamar felismerte, hogy ami a Száhel-övezetben történik, az közvetett hatással van hazánk biztonságára és migrációs helyzetére is. Éppen ezért Magyarország kiemelten érdekelt abban, hogy a térségben stabilitás legyen, és a lakosság ne induljon el Európa felé.